Üdvözlöm a sajtó megjelent képviselőit. A Mi Hazánk Mozgalom Szegedi Alapszervezete részéről azért vagyunk most itt jelen a Rókusi körúton, mert amit látható a hátam mögött és itt oldalt, felújításokat végeznek. Álláspontunk szerint, mivel egyébként több olyan jelzés is érkezett hozzánk, hogy ez a felújítás csak és kizárólag úgy néz ki, hogy kampányfogás, tehát a 4 év elmaradását a szegedi önkormányzat, illetve nyilvánvaló, hogy a pártpolitikai vezetés most akarja behozni a kampány időszak alatt, illetve a választások előtt is emiatt, ezért tulajdonképpen megbénul Szeged városnak a közlekedése. Nem is beszélve arról, hogy még most itt nincs is csúcsforgalom, mert amikor az iskolából a gyermekeket hozzák haza a szülők, illetőleg amikor a szülők nyilván 3-4-4 órás munkavégzéssel, munkavégzés követően hazamennek, akkor itt még több kocsit lehet látni. Úgy gondoljuk, hogy ezt nem egy pár hónap alatt kellene tűzoltás jelleggel elvégezni, hanem folyamatosan a 4 év alatt fel kellene újítani az összes olyan utat, amely erre rászorul, és nem csak ezt, illetőleg azon szakaszait Szeged útjainak, amelyekre most a Szeged önkormányzat, illetőleg a vezetés választása esett, hanem ezektől sokkal rosszabb minőségű utakat is, pontosan azért, hogy ez a város élhetőbb legyen, és mindenki normálisan tudjon közlekedni.